12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ne sírj, Poli. A császár elsöpri az osztrákokat. Egy-kettőre hazajövünk. Ugye írsz majd? Minden nap, ígérem. Nem fog írni. Egy szoknyapecér, ez az igazság. Egy nőcsábász. Mi történt magával? Már 3 éve, hogy elment Ausztriába. Polin azóta férjhez ment. 2 gyereke van, számára ön halott. Megyek, megnyugtatom. Ne! Miután nem vette a fáradtságot, hogy írjon neki, hát megtettem én. Írtam pár levelet az ön nevében, aztán az utolsóban úgy döntöttem, hogy futj! Futj. De ne aggódjon, Növil. Hősként halt meg. Vétek lenne mindezt tönkretenni, nem? Hát igen. Növil! Visszatért. Megegyeztünk, hogy eltűnik innen. Megőrült! Elment az esze! Szóval ott álltam 2000 angollal szemben, akik mind felém tartottak. Alig voltak 100 méterre, az ujjamat a ravaszra tettem, és akkor... Végre megérkezett a lovasság. Ez lett a vége, de szánalmas. Egyetértek, de ilyen az élet. Nem mi választjuk. 2 nap, és leleplezik a szél hámosságát. Vágtam le ujjakat, kezeket és karokat és hajat! Elizabeth, ha elbukom, ön velem bukik. Elpillettem egy kicsit, lepihenek az emeleten, az utolsó szobában. Polin? Növil? François? Hát nem. Elnézést, valaki mást vártam. Esetleg legközelebb? Nem. A főszerepben Jean Dujardin és Melanie Laurent. Ön azon van, hogy tönkre tegye a művelet. Maga az ördög! Szégyet hoz a családokra! Boszorkány! Az én kapitányom finom ember volt és érzékeny. Máshol egy senki vagyok, de itt a híres Növil kapitány. Álljon meg, Növil! Már megtette a 12 lépést. Én 11-et számoltam. Az én hősöm. Hamarosan a mozikban.